Sziasztok, Doggy vagyok, itt lennénk a Hexitnek a 38. részével. Itt van velem Zsömi. Hello. Illetve Adam. Hello. És itt vagyunk a nagy falnál. Az előző részben ugye építettünk egy ilyen kis viskót, ami nem a dizájnra alapult igazából, de... Andi volt! De van, ide le tudunk pakolni, ha meghalunk, itt éledünk, úgyhogy legalább ennyire jó ez a kis hely. És szerintem akkor meg is indulhatnánk a falon túlra. Illetve Ádám, az előző részben találtál egy helyet. Azt még megnézhetnénk esetleg még a fal előtt, nem? Szerintem az nem olyan nagy az a vár, vagy micsoda, ahogy látom a videóban. Ja. Jó, ha nézzük. De már nem tudom merre volt. Még itt az izgalmak előtt. De valahogy volt a vízen. Errefele volt szerintem. Ja, itt van, ja, emlékszem ma. Az egyik tápos. De jól néz ki, viszont nem tűnik olyan nagynak, és mivel ugye látták többen is a videóban. De tele van spawnerre. Ja. Ezért valószínűleg... Ó, oh, valaki megütött még azért így a végére. Zsömi volt. Én na, voltam. Nézzük. Walker. Hey! Fölállt innen. Hallod, őrzők? Azok. Miért nem sima kardot kéne, vagy kardot kéne használnom? Itt egy varázsló. Gyógyító. Úgy, ja. Nem ártana, hogyha együtt maradnánk. Ő mennyi van benn? Ja, én beszaladtam. Én itt kívül osztom őket, akkor. Majd mindjárt bemegyek én is. Tehát én egy ilyen 40-nel küzdök. Jaj! Jó hangzik. Jövök. De a ládát ki ne nyissuk, mert lehet csapda. Majd Andi. Igen. Ja, majd Andi meghal, hogyha meg kell halni, ami. A spawner meg itt pihengettek. Na! Most így bent vagytok a házban? Aha. Igen. Hú, van lefele lépcső. Aha, több is van. Ah, mennyi van? Aha, ez a láda? Nem, ez nem olyan láda. Új, itt egy revolver benne. Van egy csomó bajom. Ó, olyan még nem volt. Szerintem ahhoz kell töltény. Ja, nincs hozzá töltény. Mindegy, azért elrakjuk. Nekem is van amúgy olyan healing stuff-om. Beálljak healernek, és akkor ti mentek tankolni? Hát, ugye két izém sérült a idáig, úgyhogy... Aha. Annyira nem kemények. Nem. Szerintem belassítanának, vagy nem tudom. Nem tudom, valami belassítanak néha ilyen egy-két másodpercre. Milyen hangok néha? Közben addig kivilágítok. Ja, hogy itt sötét van? Igen. Ja, tényleg nektek a ruhátok olyan, hogy... Jön föl egy izé. Arányruhás! Micsoda jólét. Ezt lent mennyien lettek kiirtanak? Ja, ez a harmadik emelet. Hát figyelj, a lentieket visszatartom, amennyire tudom. Jó. Mert jönnek annyian, hogy... Itt kell eszenszet szerezni egyébként, rengeteget dobálnak. Na most egy kicsit megállt az élet. Egy picit, Itt a király. Jaj, beleugrottam véletlenül. Igen? Igen. Én itt nagyon jól ütöm, már csak 100 élete van. Megyek. Eltelepoltál. Én innen alul. Nem, itt van alul. Hol alul? Itt a... Mi, lementetek egy emeletet? Én leugrottam, igen, innen ütöm, alulról. Én meg innen. Na, meghalt. Meg. Milyen kardot dobott? Jaj, bocsánat, szippantottam. Semmi. Walker's World egyébként. És mit tud? De még vannak, csak mondom, itt vannak egy csomóan. Aha. Írja, hogy mit tud? Nem ír semmit rá. Nem. Semmit nem írt rá. Majd milyen megnézzük, mit tud. Jó. De biztos, hogy valami különleges kard. Lehet, hogy majd még jól fog jönni. Jó. Volt valami értékes a ládákban? Hát azt én nem néztem a ládákat még. Eye Offender, az nem rossz. Zenelemez, az nem fett. Boomerang, Magic Boomerang, az olyan mit tudhat? Na, ú, gyerekek, rengeteg essence van. Aranyrépa. Mi az a hang? Boomerang. Várj, ha eltalállak vele. Nos, nem már. Sebződtél? Nem tudom, mert nem figyeltem, mert benn voltam az inventorimban. Ja. Két és... Dobj meg! Két és fél szív... Két szívem van most. Leesve. Másfél.
Hát nem sebzett rajtam. Aha. Andi, megnézed a kardot? Igen, igen, igen. Tessék, itt van. Köszi. Köszönt. Aha, tényleg nem néz semmit. Jó, berakom az Ender chestbe, mármint az Ender backpackbe. Jó. És akkor ott lesz nálunk. Ah, itt még fönt vannak néhányan. Na, akkor azt hallottam, van ilyen izét hallottam valami. Mi ez a fekete? Living metal. Micsoda? Semmi. Hú, oh. Mi ez? Óra. Armor stand. Jó, itt ilyenik vannak. Hát, dísznek jó. Legalább hallott, találtunk puskát? Mert találtam 10 lőszert. Igen, revolvert. Aha, 10 darab bulletet találtam. Azt ki lehetne akkor próbálni. Szén. Meg lehet nézni, hogy hogy lehet craftolni, mert biztos, hogy lehet. Találtam gyepet, Andi, 64-et. Király. Melyik bulletet? Én sima bullet, hát... Az a sima, ne vagy bullet. Aha, bullet 76-15. Aha, az jó. Kőből meg vasból lehet craftolni. Úgyhogy ha esetleg abban a fegyverbe jó, megnézhetem, Ádám? Oda? Na meg. Oda. Na akkor kipróbálnám hát, ha ebbe jó. Azza. Aha. Á, jó. Szuper. Ki akarjátok próbálni? Kell valakinek? Azt hittem. Én nem akarom kipróbálni, mert csak fogy a lőszer, ha használjuk. De kell valakinek? Akar ezzel támadni? Nem, hát tartsd magadnál most. Jó, mert én berakom a hátizsákba, azért kérdezem. Jó, hát tedd be. Jó. Okay. Hát majd ha esetleg olyan, akkor... Majd craftolunk hozzá sok lőszert, és akkor majd használjuk. Jó, akkor viszont szerintem nézzük meg most már tényleg azt a falat, ugyanis megígértük. Na, menjünk le. Ez nagyon fényes. Menjünk. Ó, oh, kitöltem közben. Itt van egy ilyen várféle. Ah, itt van egy kisebb valami. Ojjaj. Creeper. Ez szép kezdésnek. Már a tetején ennyi van. Az igen. Majd le fogunk esni 8 emeletet. Megnézzük, hogy itt mi van. Lent, menjünk, legalulra vagy legfölülre vagy? Hát ez a teteje, úgyhogy itt. Azon már itt megint le, én tudom ismerem magam, meg fogok esni. Andi már is esett. Én is, igen. Jó, lézzek. Mindjárt megoldjuk valamit. Itt a ruhaszárító. Van itt egy serumó ruhaszárító. Jó, leestem valahol. Nem baj, Ádám. Hoppá. Ide, ahova Andi. Vigyázz, Creeper! Oh. Na, egy emelet pipa. Jó, Várjál, hogy mentetek le? Leestünk. Hát a lépcsőn. Én leestünk. Andi, a lépcsőn. Ja, a lépcsőn. Profik vagyunk. Hallod, mennyi pók van itt, he? Ez a fejemre akartak ugrani. Még ilyet? Au! Ne! Jó. Gyorsan kiütöm ezeket a spawnereket. Ez a pók meg ott csak ott néz a sarokba, hello! Semmi igen, extra. Igen. Mi az, hogy semmi extra? Hát semmi, ilyen csont, meg búza. Hú, akkor lehet, hogy ebben nem is jaj, vigyázzatok! Itt van egy tápos valami. Ah, semmi nincs táp. Ah, ez a legalja. Meg egy tápos. Mennyi? Ja, hogy én miért a krumplival ütöm őket, hallod? Hát lehet, csodálkozom, hogy az annyira nem lesz jó. Csodálkozom, hogy nem annyira sérülne. Na, találtunk egy vödröt. Jöhöjjj! Tojás! Legfontosabb. Tehát van gyémánt, amit kiszedek. Legyen ez az alja teljesen, és aha, ennyi? Ennyi. Mindegy. Egy próbát megért. Hát figyelj, láttuk. Ilyen. Egy barlang lő egy csonti belőle. Hol vagy, Andi? Mi lőtt meg? Csont vett. Ott egy csonti. Menj már innen, te! Akkor menjünk fel. Nem jó pofák amúgy ezek a tornyok, csak... Igazából többet vártam tőle itt a falon túl. De hát nyilván ez nem a mi hibánk, hogy ilyen generálódott. Jaj, de hirtelen megjelent. Lesznek itt még jó dolgok. Most mi? Tényleg itt van egy fa?
Aha, ez nem előtt. Volt itt. De itt volt. Hát, ja, hogy csak mi leestünk. Igen. Aha. Ja, tudtam. Na jó. Ádám, eltölt a nadrágod. Tényleg. Na nem baj. És tényleg, mesztelen a figura. Megnézzük azt a valamit ott, amit betöltött már a térkép. Nézzük van valamit annyi. Betöltött. Aha, erre fele. Most látsz, remélem. Még nem remélem. Töltött be semmit. Nem baj, majd látni fogod te is. Akarom? Nem néz ki annyira nagyon veszélyesnek, aztán majd kiderül. Már direkt nem repülök. Micsoda dzsungel van itt. Enyém. Micsoda? Hát te félre vagy navigálva, Zsobikém. Itt van nálam. Ha eltévedtek. Már nem tudjuk, hol vagyunk. A hulló csillag miatt. Igen. Hol vagyunk? Jó. Zsömi tudja, hogy hova indultam, úgyhogy... Hát erre nagy várva. Azt mondja, én nem tudom, Andi. Hát én fedeztem föl. Csak nem akartam mondani. Jó. Zsömire ugye rárobban egy creeper, nem Ádámra megy. Én bírom, figyel, látod? Hallod, elment mellettem. Kb. Negyed csillagomat vette le. Vagy szívemet, úgyhogy... Nem ellenfél számomra már. Na, ezt a várat megnézhetnénk. Nézzük. Hol a bejárat? Ja, meg kellene keresni a bejáratot. Ilyennel nem találkoztunk még, nem? Itt van egy ilyen kis izé. Hogy találkoztunk? Meg fogsz alni. Nem, itt egy spawner. Innen, itt egy... spawnerből jött ez a tápos. Meghalsz! És meghalsz. Ezt viszont felszedjük, mert az electric essence. Hol van nagyon sok essence van egyébként. Itt van! Jaj, mennyien vannak! Andi beleszaladt a bejáratba. Jó, vannak itt egy páram. Hát, ezek itt buliztak a kocsma előtt. Oh! Este megy keveset, várjátok. Jó lenne kijönni. Okay. Na, akkor Oblíván. Befele. Várj, eszek. Milyen jó pofom, hogy ez a kis vár. Ja, ezt kell befoglalnunk. Az a baj, hogy most itt az esélyben semmi feltűnt, hogy rohan utánad egy? Gondolom nem. Nem. Jó van. Valahogy engem már elkerülnek a mobok. Creeper is elmen mellettem, mint így sem. Vagy kreatív módban vagy, és nem tudsz róla. Az király. Csak nem. Ne nyilazz, Misi! És pakkot is kapod? Megmérgezett valamelyik, hallod? Lassúság kettőt kaptam. Ez hol nyit ki és mit? Ja, ti még kint vagytok? Ó, várj, kapom. Nem. Van két kar. Ti még ott vagytok? Hát én itt már bent harcolok a nem tudom, hanyadik teremben. Én is bent vagyok már. Én csak megnéztem, mit csinál az a kar. Milyen endőr sárkány fej van itt fönt. De menő. Nekem pakolnom, teli vagyok. Remélem nem lesz itt az endőr sárkány. Az úgy nem lenne vicces. Hát csak legy. De szerintem az tök jó lenne. Szeretnél vele megküzdeni? Igen. Meg lehetne venni igazából, nem hiszem, hogy olyan nagy kihívás lenne ezekkel a cuccokkal. Itt amúgy van valami? Lejárat. Még lejjebb? Felszedem. Aha. Ó, milyen kajás kép van itt a falon. Kint amúgy elhagytuk a izéket. Miket? Móvokat egy-kettőt. Mi van ott? Ilyen mozog a talaj. Mindjárt megyek. Megnézem, hogy mozog a talaj, jó? Jó. Én már átrepültem fölötte. Ja, tényleg. Szén nincs valakinél, hogy tudjunk világa? De. Nálam van a bogár. Nálam van egy csomó. Csak azt nézem, hogy bogárral tudunk világítani. Az úgy érdekes. Lehet, hogy én is csalok. Csomó? Várj, hát azon még volt nem egy csomó szén, kiszedtem. Ja, 54 darab, itt van Andi. Andi? Igen? Köszi. Megvárom, míg lesz ott szabad hely, hogy tudjak átrepülni. Ha miért le tudnál repülni? Nincs okay. Itt semmi.
Itt van, fa aki... vagy pot van, nem? Ajaj, valami nyílik itt. Ajajajaj. Szerintem arra nem szabadna rálépni. Igen. Pont ezért. De. Jó, ez kibírt. Felét megjött. Van álfa, Andi. Ha kell. Aha, kellene a fákjához. Oké, okay, csinálom. Vigyázz, még robban. Tudom, tudom, azért csinálom. Ja, hogy élvezed, hogy robban. Dobtam ki, botot, Andi. Ott van mögötted a bot, Andi. Köszi. És most ki tudjuk építeni, de még mindig van robbanó benne, úgyhogy vigyázni kell. Tehát tulajdonképpen lehet látni, hogy melyik robban. Hát így most már igen, hogy látod, hogy mi van alatta. Én nem abból látom, hanem lehet látni, hol van nyomólap. Ja, hát igen. De szerintem nem mindegyik nyomólap, nyomólap alatt van TNT. Lehet. Bár nem tudom. Na, berepüljünk. Azt nézem, hogy nincs nálam az a bot, amivel lehet lehelyezni a fákjákat, de nem találom. Na, már nem sok izé van, sőt, nincs is nálam már ez utolsó, még talán három repülés, az vége. Hát menjünk, nyilván nézzük meg, hogy mit tud. Robbanni fog még? Nem hiszem. Sőt, itt folytatódik. Itt a király! Az király. Ez is ilyen Walker King. Ennek is olyan lila kardja van. Akkor úgy látszik ebben a részben ezeket találgattuk. Ide szorítsuk be, de amikor már nagyon fölrepül, engedjük lejönni. Akkor nem tud elmenni. Szegény esélye sincsen. Hoppá, nincsen. Én kaptam egy pofont. Kitől? Tőle? Valamelyik kötöktől. Ki is próbálhatnánk amúgy a másiknak a kardját rajta, csak hogy érezze, hogy túl sok esélye nincsen. Hát így 100 alap van az élete, 70. Hogy kaptam, figyelj? Oh. Hoppá! Meghalt. Ez mi? Gyémánt blokkot dobok. Hú, itt van izé. Hú, gyémánt, meg stuff, poison stuff. Gondolom, az miért? Itt van Andi, itt van bot, meg izé, visszatettem a ládába, vedd ki. Ja, van már, köszi szépen. De azért elviszem. Ja, ja vidd el. Nem itt megy egy lépcső fölfele. Nézzük már meg, hogy az hol visz. Vagy lehet, hogy ez akkor nyílik ki, amikor meghal. Ez nem volt eddig szerintem. Itt valami itt van. Itt a nyomta. Ez egy ilyen nagy torony-szerű. Ez ilyen feelinges egyébként ez a hely. Nem olyan, mint amit eddig szoktunk, ugye? Igen, igen. Jó pofa. Ez egy ilyen kijárat volt, vagy valami. Kijöttünk tulajdonképpen. Na jó, akkor itt fölül ezeket. Csapjuk le. Megnézzük meg, hát ha itt ebben a felső épületben van valami, vagy itt volt már valamelyik kötök? Én még nem. Egy láda van. Ó, manyulén. Ó, értek. Jó. Az jó cucc, az jó cucc. Mennyi van? 5 darab. Én már nem fog tudni repülni. Adok izét, várdám, hol vagy? Mi van abban a toronyban? Akkor kraftolj. Ott a stuff. Ott van egy torony, az, ahol az most a vagy. A kis torony? Aha. Aha. Azt megnézhetjük még esetleg. Szerintem az nem olyan nagy. Mármint erre beszélek, Andi, ez. Itt. Ja, ott semmi. Biztos? Szerintem meg lehet azért nézni. Mi dobott föl? Fú, itt valami nagyon durván földobott. Ja, üres, jó. Hát itt nincsen mi a... Ja. Mi a lépcső? Soha. Ott még volt egy. De hát én már eljöttem. Ott van egy lefele vezető cuccis, Andi. Micsoda? Itten, egy ilyen valami. Itt sétálnak a malaszok, valami kút-szerűség. Azt meg lehet nézni, kút. Hát valami... Hát az ennyi, ha nincs benne semmi. Hát de ott mozgózni lehet. Mozog? Mi mozog? Nem hol? Úgy mondom, hanem hogy... Ez nem tudik biztos. Az a flac, ami leesik. Ja, hogy te Andi meg oda bement. Igen. Én itt közben harcolok az életemért. De meg vagyok, még élek. Akkor jó. Valahol viszont van egy tápoly zombi, ezt látom. Azt kell megnézni, hogy ezekben a ládákban is csak ilyen random hülyeségek vannak-e, vagy semmi, mert ha random hülyeségek... Itt van izé, please.
Jó a szállító. Jajjaj. Nem tudom melyik a tápos. Én egyet most megöltem. Ne, de meg egyet lejövettem. Ütöm ki a spawnereket. Ez is ilyen semmilyen torony, úgyhogy szerintem hagyhatjuk is. Csak a ruhám tegy vele. Jó. Annak meg semmi értelme. Összetörni a cuccainkat. Sőt, hát igazából én XP farmnak meg lehet hagyni. Spawnerekkel együtt. Igen. Andi, ezt még gyere nézd meg, hogy ez szerinted micsoda. Jó, csak előbb megpróbálok innen kiszabadulni. Hát miért nem mész le, Zsömi? Hát most... Nem merek ráugrani. Mi? Nem mersz miért ráugrani? Az a agyagcsúsz, tudod, ami zuhan. Tessék, az. Mi? Mi van? Agyag az nem zuhan, csak a shoulder. Nincs itt semmi. A shoulder, bocsia. De olyan furi. Várjál, menj onnan. Ez a kemence furcsább. Nem, nincs alatta semmi. Akkor ez csak ilyen furcsaság. Kemence? Aha. Hát már csak úgy nézett ki, de hát sem. Ja, hogy ez valamikor valami épület volt, ja. Jó, hát igazából itt nagyon sok minden lesz még itt a falon túl. Úgyhogy majd azért hát szerintem kb. Nézegetni. Nagyjából el vagyunk, nem? Aha, igen, igen. Jó, menjünk még vissza szerintem a házhoz. Azon gondolkozom, hogy valahonnan vagy hozni kellene ide egy... Mit csodát, egy varázslóasztalt, hogy haza kéne menni még megjavítani a cuccokat. A hajón van varázslóasztal, amin lebontottam a izét. Igen? Igen. Könyves polcaink akkor sincsenek, szóval azért... Ott is van könyves polc a hajón. Akkor azt lehet, hogy jó lenne még elhozni. Merre van az a hajó? Hát a másik oldalán a falnak. Ahol... Aha, hol a fal? Ja, ott a fal. Tehát nekünk arra kell menni. Aha, a hegyen túl. Melyik volt a varázslós hajó, nem tudod? Amin le van bontva izé. Sajnos itt térképen nem látom, de remélem akkor jó irányba indulok. Hát, mindjárt átjutok oda. Falon túlra. Én visszajöttem a házhoz. Aha. Én is most repülök át. Van kettő darab hajó. Kis hajó volt, vagy nagy hajó? Kis hajó volt, kicsi. Szerintem innen lophattad. Az egyik árbócánk az alját szedtem szét. Igen, akkor meg is van. És annak az a lemész, akkor ott van... Pont ennyi kell nekünk. Látod? Ha itt van. Ez szuper. Én most nem tudok gyorsan futni, az miért van? Lehet, hogy azért eltört a nadrágod? Csak a nadrágod tört el, vagy a többi cuccod is? Nem, csak a nadrágom. Hát lehet azért, mert nem teljes a szett. Még akkor ezt gyorsan meg lehetne csinálni, hogy megjavítgatjuk a cuccokat, nem? Ja, mert van 40 pontom, úgyhogy jaja. Ja, nekem is 42. Mert az innentől kezdve már kezd veszélyes lenni. De várjál, most nekem megint nadrágot kell csinálni, nem? Mert hogy eltört. Hát szerencsére van cuccja, de van azért bőven. Jó lenne, hogy vigyáznánk majd rá, mert... Nem tudom, de mindig a nadrágom törik el, de hogy miért? Hát mert nem vigyázol a nacidra, nem tudom. Hát, mindig a nacimat akarják a szörnyek. Hát ez szörnyű. Na várjál. Ugye? A lány szörnyek. A nacimat vajátnak. Jajjajjajjaj. Viszont itt nem esik az eső, ezért jó a sivatag. Igen. Tudom, hogy ti is erre gondoltatok. Egyből. Ezt kidobom. Nagyon. Hát ide a sarokba meg lehetne csinálni, nem? Aki a izét. Aha, igen, igen, csak kell fa. Jó. Itt egy crafting table. Kidobálta ki a szemetet a izé kellős közepére? Jimmy volt. Szoba közepére? Gondoltam. Jimmy volt, ezt tudhatnád. Mindig a Jimmy volt. Én tudtam, csak nem sejtettem. Igen. Jó, van 33 darab könyves polcunk. És akkor hova? Ide? Hát oda a sarokba, nem? Valahol. Végül is jár, jó itt. Oda is kell. Nem, de jól néz ki, nem?
Tényleg? Nem. Jó van már. Na, adsz nekem egy izét, nacit. Nem bántsál már. Na, drágod. Hát de ilyet. A ruhámhoz. És mindent, mindent arra fogok izé el... Miért kopik így el a nadrágon? Nem tudom. Tief leggings, bőr kell hozzá, egy. Aha, bőrünk van. Bőr meg popfonál kellene. Nálam van 3 darab bőr. A bőr az a kiterített disznó izé? Igen. Tehén. Hát én öltem egy csomó tehenet most, de... Keresem most már megy se. Hát ha akarsz kintről tudok hozni, hát van itt tehén valami. Az biztos van, mert öltünk pókokat. Nézzek tehénből? Tehenet? Igen, igen, igen. Ó, erre láttam tehenet. Itt vannak. Itt van egy csomó csokobó. Hát... Ja, az van. Van bőven csokobónk otthon, hogyha nagyon akarjuk őket hozni. Ja ne, csak mondom. Mennyi bőr kell, Andi? Nem olyan sok, mint 3-4 darab. Oké. Oké, 6 darab. Király. Akkor odaadod? Köszi. Jó, és akkor hogy kell lecraftolni? Jó, oké. Így, így. Ezt ide, ezt meg ide. Készen a drágot, tessék. Köszi. Javítgasd meg. Nekem javítgatom. Amúgy mindig a cipőm törik, tehát hogy... Igen, nem tudom, hogy... Na jó, hát hogy magas sarkúba verekedni azért az érthető. Hát durva dolog is. Hát nem jössz itt, hogy nem nagy kihívás. Hát én tudom, én is azt csinálom. Magas sarkúba? Persze. Colod a dolgot. Hát jó, nem tudtam. De hát végül is mindenkinek kell valami hobbi. Jó, én el is varázsolgattam a pontokat. Igazából. Ja, én is. Úgyhogy ha végeztél, Ádám, akkor szerintem el is köszönhetnénk. Oké, mindjárt végzek. Van olyan, hogy törhetetlenség? Nincs. De unbreaking kell. Ja, unbreaking, ja, itt van, ja, csak nem láttam. Kukac. Van kint nagy kukac? Megmutatnám neki a kis kukacot. Hát... Mi legyen a neve? Írjátok meg kommentben, mi legyen a neve a kukacnak. Tudtad, ez szokta nevetni? Igen. Látod, hogy mozog? De cuki! Hát... Ez itt? Igen. Ja, hogy az volt? Igen. Tényleg hát, mozog. Hol mozog? Hát nem mozog, ez meg sem mozdul, ez meghalt. Körbe, körbe megy. Ez elpusztult, igen. Nem adta neki enni. Na jó van. Nem megy ez sehova, ne viccelj. Mit? Most ti be vagytok rúgva? Nem, te vagy berúgva, vagy nem most. Látod. Most megy. Hát ez nem csinált semmit. Most nekem nem megy. Akkor úgy látszik, így össze-vissza mozog. Most mozog! Igen. Na jó, akkor a kukacsal szerintem... Mozog a kukacod, Andi! Na, jó van, köszönjük! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Reméljük tetszett, és akkor jövő hétfőn egy új Hexit résszel találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!